Üdvözöljük Önöket a Los Angeles-i stúdiónkból, beszélgető partnerem Sipos Péter. Hogyan érzitek magatokat Amerikában? Hogy tetszik Kalifornia? Hát Kalifornia nagyon tetszik. Az a jó, hogy itt mindig jó idő van, szinte. Otthon meg most pont ilyen ködös, ronda ősz van. És most végigjártuk Miami-t, Sarasota-t, San Diego-t, kicsit tudtunk fürödni is a tengerbe. Holnap is szeretnénk egy kicsit fürödni. Jó volt, isteni volt, nagyon jó volt, sőt mentünk az Everglades-en, merültünk egy kis búvárhajóval, kivittek minket motorcsónakra, fürödtünk az Atlanti-óceánba is, a Mexikói-öbölbe és a Csendes-óceánba is, úgyhogy most már gyakorlatilag körbeutaztunk, mert Floridát, ott lementünk Key West-re, ott is pancsoltunk, úgyhogy nagyon-nagyon tartalmasan töltjük, hiszen a hétvégeken vannak a fellépések, és a többi napot arra fordítjuk, hogy tényleg minél többet lássunk és érzékeljünk, és hát ezek a csodálatos táj, tényleg az pillanatoknyit változik, nagyon-nagyon tetszik. Majd ha kérnénk, hogyha lehet, egy kis belelegítés. És jön a tánc, figyelj! Nyugodtan csináljátok is! Hú, de vakít a fény! Mi a benyomásotok az amerikai emberekről, az itteni életszínvonalról? Nagyon nehéz ezt megítélni, mert olyan sok amerikai ember nem találkozunk, hiszen magyarokkal vagyunk körülvéve, magyaroknál lakunk, magyarokkal utazunk, ők segítenek a fellépéseken, magyar közösségeknek lépünk fel. Van, aki panaszkodik, van, aki nem, megosztanak a véleményt. Én azt gondolom, akinek jól megy, az nem panaszkodik. Akinek meg nem megy annyira jól, vagy még nem találta meg a számítását, az akkor az egy kicsit vagy szidja a rendszert, vagy pont az ellenkezőjét csinálja, hogy elkezd nagyzolni, és nem az igazat mondja, ami valójában történik körülötte. Szevasz! Figyúsz! Na mi a sajsz? Mi van, baby? Ha percen megkaphatsz este kicsi csíja. Hello! Hello! Fasz a tetkó, nem oshatom. Why don't we stop ki? Nem is oda, minden mó esti. Hogy így négyen jöttetek? Miért pont ti négyen jöttetek? Hát mindenképpen ugye, mivel az énekkel nálunk élő, mindenképpen a két énekesnek itt kellett lenni, és utána például kisorsoltuk, hogy ki legyen a másik kettő. Hát a 80 embert mozgatni, utaztatni, etetni, altatni, így is macerás, és jött velünk egy turnémenedzser, tehát öten vagyunk gyakorlatilag a turnéba, és gyakran járunk egyébként négyen is fellépni, de így ebben a formában most vagyunk először. És ez változtatja a kimenetét a show-nak? Persze, természetes. Hát pont azért, pont ez a lényeg. Játszani igen. Bármilyen karakter? Megvannak az adott karakterek, de pont az a lényeg nálunk, hogy a két énekes van a zenekarban, és így tudunk élőbe énekelni, nem kell esetleg valakinek a hangjára tátogni, és erre nagyon büszkék vagyunk, hogy nem himi-humizunk a színpadon, hanem nyomjuk keményen. És hogyan tudjátok ilyen jól imitálni az adott előadót, vagy hogyan választjátok ki, hogy kit fogok? Hát főleg a karakteres embereket lehet parodizálni, alakítani, tehát a karikatúrában is annak a legjobban tudsz karikatúrában nagy orrot rajzolni, akinek eleve nagy orra van, annak, akinek nagy füle van, még nagyobb, és abból ismersz rá. Tehát akinek tényleg van egy karakter a hangjában, legyen az Charlie, Demián, Pataki vagy bárki, azokat könnyebb megjeleníteni. És hát nagyon fontos a dalválasztás. Próbáltunk úgy is csemegézni, olyan műsort raktunk össze, akik jártak már Amerikában vagy a környéken, és hogy esetleg azt mondják, hú, pont két hete volt itt, és tényleg ilyen volt. Idő után nem gondoltatok arra, hogy nemzetközi szintére viszitek az egész koncepciót? Én azt gondolom, ez csak Magyarországon él meg, vagy magyar nyelvterületen, aki érti a mi poénjainkat, mi angolul ez nem működne, vagyis mi nem tudnánk megcsinálni ezt, hogy azok a finomságok, a nyelvi finomságok benne legyenek, ahhoz kéne szerződtetnünk egy vérprofi amerikai szövegírót, és akkor esetleg azt meg tudnánk csinálni, hogy a hangot, a mozgást, a karaktert levesszük, de a szöveget, mivel mi írjuk, nekünk olyan ember kéne, aki ezt amerikai szintre vagy angol szintre le tudja olyan formára fejleszteni, hogy a mi stílusunkat hülyen visszaadja. És mi az oka annak, hogy manapság inkább YouTube-on tevékenykedtek?
A lemezkiadás az egész világon megállt, meghalt. Gyakorlatilag vannak még a nagyon nagy bandák, akik kiadnak lemezeket, de csak azért, hogy legyen egy a polcon. Hát teljesen lement a másolás miatt és a letöltés miatt. Mindenki már a, nem tudom, YouTube-ra, meg a iTunes-ra, meg ezekre dolgozik. Nem fog, egyszerűen nem éri meg lemez kiadni Magyarországon. Tehát, hogy a Mohasz listán valaki fönt van, és az első és az ötödik között 4 darab CD eladás van, az, tehát miről beszélünk, nem 400 000, vagy de a decem. És ez mikor állt meg? Mert hát, ez pár éve. Egy jó, igen, de ez volt egy ilyen nagyon hirtelen, mikor bejöttek az okostelefonok, meg a mindenféle iPad-ek, azok, mindenki azon hallgat már zenét, azóta teljesen megállt a CD piac, de nem baj, hát változik, követnünk kell sajnos a divatot, mi is inkább a YouTube-ra dolgozunk, oda inkább videoklipet, a videoklipet megszeretik, annak alapján hívnak minket fellépni, nekünk az a legfontosabb. Volt már abból probléma, hogy kiparodizáltatok valakit, és az élete megsértődött? Hát mondhatnám, hogy nem, de biztos, hogy volt, aki megsértődött, még ha nem is jutott el hozzánk, volt, aki azért húzta a száját, hogy hát oda mondtunk neki. De hát a sértődésnek mekkora volt a mértéke, vagy hogy jutott vissza hozzátok? Úgyhogy például nem írta alá a hozzájárulását a feldolgozáshoz, hogy ne jelenjen meg lemezen például a paródia. Tényleg, amúgy mielőtt kiparodizáltok valakit, ezt meg kell beszélni előtte vele? Ha lemezre kerül, akkor igen. Igen, elméletileg kiadványra kerül, akkor igen, van egy ilyen törvény, de csináltunk számtalan paródiát külföldi zenekarokról is, ami így YouTube-ra készült, azokat nem engedélyeztettük. Lehet, hogy jó segbe rúgnak minket ezt. Mit gondolsz arról, hogy Mária és Péter létrehozta ezt a klubot? Hogy tetszik? Tehát én nagyon örülök mindenféle olyan kezdeményezésnek, amikor valaki önerőből kitalál valamit, és próbál először akár non-profit módon azt mondja, hogy nem az a lényeg, hogy most ez mennyit fog nekem hozni a konyhára, hanem hosszú távon gondolkozik, hogy alakítanak például egy ilyen klassz klubot, hogy összehozza a magyarokat, összehozza a bulizni vágyó fiatalokat. Én azt gondolom, ez inkább már a fiataloknak szól. Ez nagyon jó kezdeményezés, hiszen van egy ilyen klub, itt számtalan dolgot lehet csinálni, nem csak zenéket, nem csak koncerteket lehet csinálni, lehet egy esküvőt, egy baráti összejövetelt, egy szülinapot, és mégis akkor van egy olyan klub, ahova kötődnek. Én is például mindig ugyanoda járok szinte szórakozni, persze benézek ide-oda, de van egy jó hely, ahova szeretek járni, ismerem a pultosokat, ismerem a vendégek egy részét, az nagyon jó, hiszen azért megyek oda, hogy újra találkozzam velük, jókat, hello, szevasz, pacsi, mi történt veled, ígyunk meg egy italt, ez nagyon fontos. Nagyon fontos. És én azt gondolom, nagyon sok sikert kívánok nekik, hogy ez nagyon működjön. Hogyan alakult ez az elmúlt 25 évben a magyar zenei ipar? Hát idén már elmúltunk 25 évesek, ugye 21 éve nyomjuk ezt a lemezipart, körülbelül akkor 94 végén jelent meg az első lemezünk, akkor még nagyon szépen lehetett lemezeket eladni, persze beszéltünk már a másolásról, ennek is az az oka. Aztán volt egy időszak, amikor tényleg mindenki csak az elektronikus zenével és a tánc, ez a techno, meg ezek mentek, akkor egy picit úgy nagyon megtorpantak az élő koncertek. De most azt látom, hogy újra nagyon mennek az élő koncertek, mondjuk a DJ-ket leszámítva,
állítva, mert ők azt állítják, hogy neki koncertjék vannak, én agyonverném lapáttal az összeset, az összes egy tehetségtelen senki, de a zenekarok fantasztikusak, és a fesztiválok tömbe vannak. Az összes rockfesztivál, az összes popfesztivál, ahol élő zenekarok játszanak, akár alternatív rockzenét, tele vannak, dübörögnek a fesztiválok, rengeteg fiatal tanul hangszeren, az én fiaim is gitároznak, nem profi szinten, de legalább a kezükbe veszik. És ez egy nagyon jó dolog, azt gondolom. Hiszen a zene egy kifejezési eszköz, és akár ebből bármi lehet. Az se baj, ha komputeren írja meg a zenét, de ha le tudja játszani, az még csodálatosabb. Számotokra 56, és miért fontos, hogy a mai fiatalság tanuljon róla? Hát azért fontos, mert végre tisztába kerültek a dolgok, hogy hogyan is volt az valójában. Amikor én még iskolás voltam, pont az ellenkezőjét tanították nekünk, hogy hogyan zajlottak ezek az események, és egy nemzeti életében nagyon fontos, hogy a saját történelmével tisztában legyen, hogy mire lehet büszke, vagy mire nem lehet büszke. Vannak olyan országok, amik bizonyos dolgokra nem büszkék, vannak, amire nagyon büszkék, és bizony nekünk ez egy olyan szimbólum, amire büszkék lehetünk, és ezért is fontos, és örülünk, hogy itt vagyunk pont az 56-os ünnepség keretén belül. Tavaly is itt voltam, pont a Magyar Házban, és akkor énekeltem is egy-két számot. Én a másik zenekarommal voltam itt, a Triásszal, és mikor láttam, hogy milyen csodás helyek vannak, milyen jók a koncertek, akkor javasoltam a fiúknak, hogy a Mirigyel is meg kéne csinálni egy ilyen turnét, és akkor összehoztuk. Igen, lesz Kárnyéval, a műsor fénypontja felé, a vége felé, és Karel Gott is tiszteletét teszi a mai estét. Köszönöm szépen az interjút. Köszönöm a meghívást, sziasztok!